Meghalt Zámbó Jimmy. 2001. január 2-án 17 éve történt a tragikus baleset. Az énekes halálhíre összetörte Jimmy rajongóit, és minden jóérzésű embert megdöbbentett. Estére sokan összegyűltek Jimmyék csepeli otthonánál. Az évek telnek, a fájdalom azonban nem enyhül a közvetlen hozzátartozók számára. Halálának napján minden évben megemlékeznek a csepeli temetőben. A gyerekek közül egyedül Zámbó Krisztiánt láttuk az emlékezők közt. Persze, hogy nem kedvelem ezt a napot. Nem ugyanaz a nap, mint máskor. Sokkal nehezebb ez a nap számomra. Még az időjárás is olyan, mint azon a napon. És ilyenkor azért előtörnek az emlékek, de hál' Istennek van itt annyi rajongó és annyi ember, aki szeret édesapámat, hogy ez azért boldogsággal tölti el a szívemet. Azon a hajnalon Jimmy állítólag figyelmeztető lövést adott le az ablakból hajnali 4 és 5 óra között, aztán kiürítette a tárat, de egy golyó mégis a pisztolyban maradt. Január 2-a testvére Árpi számára még mindig rémálom. Fölkelek és egyből előjön az, hogy megyek a kórházba, jön a telefon, a rengeteg telefon, és hogy mi történt. A várakozás a kórházba, jön le a professzor a lépcsőn, tehát rémképek vannak gyakorlatilag másodikán az agyamba, és az a borzasztó mondat, tudod, az, hogy nem is szólt a professzor, csak a fejét láttam, hogy így csinált. Ugye, na az volt az, ami hát nem kívánom senkinek. Öngyilkosságról reppentek fel a hírek, de a családtagok és Jimmy ügyvédje, Szűdényi József is ezt határozottan cáfolta, ott a ház előtt, a testvérek gyűrűjében nyilatkozva. A család el van keseredve. A család se tudja pontosan, mi történt, és nem is értik, hiszen köztudomás szerint Zámbó Jimmy egy mélyen vallásos ember volt. Következésképpen ebből eredően az öngyilkosság teljesen kizárt. De még valami nagyon fontos. Én tegnap este beszéltem a Zámbó Jimmyvel, több SMS üzenetet váltottunk. Nyoma sem volt a legkisebb mértékben sem, hogy neki bármiféle lelki problémája lett volna. Halálhíre után nagyon sokan zarándokoltak el a csepeli házhoz, hogy virágot vigyenek, mécsest gyújtsanak. Temetésére pedig több tízezer embert vártak. A szertartást az RTL élőben közvetítette. Számos utcát lezártak Csepelen, és több autóbusz útvonalát módosították. Valóban nagyon sokan királyként tisztelték. Egyik legközelebbi barátja, Delhusa John így emlékezett. Én itt 10 napja beszéltem, akkor hívott fel, és boldog ünnepeket. Ő neki nem volt felhőtlen az élete, és azért is hívott fel, hogy megkérdezze, hogy mi van akkor, amikor az én pályámon beköszöntött egy hullámvölgy, és mi van akkor, amikor ő ugye egy sokkal sistergőbb és sokkal jobban lángoló aktuális sztár volt, és neki már szinte a civil élete nem is létezett. Színes a világ, láss csodát, az árnyékból kérlek lépj ki hát. Az az igazság, hogy ez soha nem fog enyhülni, mert egy testvért veszítettünk el, és nem tudjuk, hogy hogyan. Mariettától azt is megtudjuk, hogy egyelőre nem osztanak ki több Jimmy díjat a csepeli munkás otthonban. Tavaly volt az utolsó, immár kultikus díjkiosztó. Idén emlékkoncert lesz, de hasonló koreográfia szerint, mint korábban, csak díjak nélkül. 60 éves lenne a drága testvérem, és hát egy gyönyörű, szép, nagyon szép születésnapi, ha így lehet mondani, emlékkoncertet csinálunk, ahol nagyon-nagyon sok kedves, aranyos volt kollega, új kollégák, új sztárok, régi sztárok megtiszteltek bennünket ezen az estén, és hát hatalmas igény van rá, hogy ugye hallják a Jimmy dalait. Fogadj örökbe, most és mindenökre. A család ilyenkor beszélgetünk, én legtöbbet a mamával beszélek, a nagymamámmal. Őt szoktam felhívni, elmondom neki, hogy azt a napot, amikor ugye ez az egész tragédia történt, hogy én hogy éltem meg, megpróbálom felidézni, mert ha nem beszélek róla és magamba folytom, hát az nagyon fájdalmas tud lenni, az még rosszabb tud lenni. 17 év alatt egy új generáció nőtt fel, akik már nem Jimmy-t hallgatnak, de az egykori énekesnek még mindig komoly rajongótábora van. Ki tudja, hol tartana most, ha akkor, január 2-án nem következik be a végzetes baleset. A családtagok pedig azt sejtetik, hogy a teljes igazság még mindig nem derült ki halálának körülményeiről.